Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban továbbra is mesélünk, beszélgetünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról, időnként könyvekről, és ma mindenről, hiszen vendégünk Kulcsár István, az ismert rádiós. Szervusz István, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, hát ha hívnak, akkor jövök. És azért hívtunk, mert megjelent a legújabb könyved, igen, a Szülőföldem Lipócia, igen, de hát ugye az nem titok, hogy 92 éves vagy. Nem, egyáltalán nem titok. És minden könyvedben benne vagy. De az életednek van egy csomó része még, szerintem, igen, amit nem írtál meg. Nincs. Nincs már? Nincs, ez az utolsó könyvem. Na pont erre akartam rákérdezni, igen, hogy azt mondod, hogy ez az utolsó könyved. Na, de hát még annyi minden van, amit megírhatnál. Egyrészt nem igen van. Másrészt azért megöregettem, elfáradtam. Egy cikket még össze tudok hozni, de egy könyvet már nem. Mondod most? Nem, ezt én határozottan állítom. Tehát minden könyvem után kérdezik, hogy most miről lesz a következő. Mindig azt mondtam, hogy ez az utolsó. Na de ez tényleg az utolsó. 20. könyvem, hát hányat írjon az ember? Hát annyit írjon, amennyi benne van. Nem? Ó, hát nem erre írt már 500-ot, vagy mennyit. De jó, hát nem erét nem kell utolérni. Igen. Valóban ez a 20. könyved, és az előzőnél, amit egyébként arra azt mondták, hogy a 18. Ez nem is nagyon értettem, hogy hogy lehet a 18. után, hogy jöhet a 20. Úgyhogy kiderült közben, hogy egyel több volt. Valaki megszámolta? De igen, magam is megszámoltam. Az a helyzet, hogy volt olyan, aminek több kiadása volt. És a második kiadás az bővített volt, tehát föl lehetett fogni a másik könyvnek. Valami ilyen volt, meg rosszul is számoltam, szóval össze lehet számolni, ott van a könyvemben a címoldal után az eddig megjelent műveim, és össze lehet számolni, hogy ez a 20. Igen, megszámoltam egyébként, tehát tudom, hogy ez a 20. Igen. Csak azt nem értettem, hogy jön a 18. után a 20. de ezek szerint egy belekerül. Igen. És hogy jutott eszedbe, hogy pont gyerekkorodról és Lipóciáról írjál? Egy gyerekkorról írtam már egyet, a Mitya címűt. Engem gyerekkoromban Mityának hívtak, és ez a saját gyerekkoromról szólt. A Lipócia, hát az ember ugye, itt születtem én ezen a tájon. Az ember a születési helyét és annak a környékét azt ismeri, szereti. Na most én nem csak születtem, hanem laktam is ott. Újra és újra hozzáteszem, szünetek után, tehát tényleg ez az a hely, ahol sorba el tudom mondani, milyen üzletek voltak annak idején, nem csak, hogy a kereszt utcákat fel tudom mondani hibátlanul, hanem azt is, hogy melyikbe ki lakott. Na pontosan ez az érdekes, mert számomra nem az üzletek a fontosak, igen, hanem az, hogy szinte mindenkit ismersz, és mindenkiről tudod, hogy mi volt és mi lett. Hát azért minden, ezt nem tudom, ez el van rólam terjedve. Azt szokták írni a könyvemben hátul, ugye a külső borítóra, ahol meg kell dicsérni a szerzőt meg a könyvét, hogy a fenomenális memóriájú Kulcsár István. Én nem tartom fenomenálisnak a memóriámat, pláne most, ugye 92 éves koromban, bár arra esetleg emlékszem, hogy mi volt gyerekkoromban, de mi volt tegnap, arra már kevésbé. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Igen. De beszéljünk azokra az emberekről, igen, akik, egy néhányról, igen, akiket ott ismertél meg. De például nagyon megragadott a könyvben, hogy ugye ott lakott a környéken Hárs István, a rádió legendás, igen, elnöke, igen, akit te vittél be időnként autóval reggelente a rádióba? Hozzáteszem, hogy ez nem gyerekkori élmény, Hárs, én nem ismertem. Akkor ő a... Na, itt most rögtön megakadtam. A Kis utcának a neve, ami a Hollán Ernő utcát köti össze a Pozsonyi úttal, ott lakott, és azután költözött át a... Na, megint az utca, gyere, régi neve jutott eszembe, Nábai Lajos utca, így te nem tudod, Budai Nagy Antal utcában lakott. Na most ez úgy volt, hogy Hárs, akinek kiárt természetesen a szolgálati autó, gondolom sofőrrel is, hát a rádió elnöke volt,
de ő munkába menet és munkából jövet nem élt ezzel a lehetőséggel, mondván, hogy szolgálati autó az arra van, ha ő hivatalos útra megy valahova. Úgyhogy én jöttem a milyen kocsim volt akkor nekem még, azt hiszem Moszkvicsom volt. Jöttem a Pannonia utcából, mert ott laktam, és nem a Pannonia utcából jöttem, mert hiszen a megálló, a hatos busz megállója az egy kicsit följebb volt Margit híd felé, és láttam, hogy ott áll és várja a busz, megálltam a dosszájbe. Úgyhogy többször előfordult, hogy én vittem be. És ez jelentett valamit a karrieredben? Mondanom sem kell, hogy nem. Az az ember, aki nem veszi igénybe a szolgálati kocsit, azt nem lehet ilyen olcsó dolgokkal megvenni. Igen, de egyébként is a karriered az nem ezen múlott, hiszen annyira benne voltál a külpolitikában és a világ dolgaiban, hogy evidens volt, hogy lépkedtél előre. Igen. Hát igyekeztem benne lenni, ugye én kétszer voltam Moszkvában tudósító, később voltam New Yorkban tudósító, egyben az ENSZ-ben, tehát benne kellett lenni a világ dolgaiban. Azután később, ugye rendszerváltás után főként magyar külpolitikával foglalkoztam, a miniszterelnököt, Antal Józsefet számos alkalommal kísértem külföldi útjaira, nemzetközi konferenciákról tudósítottam, amelyek külföldön voltak, és hát meglehetősen, mert benne volt ebben. Az akkori magyar külpolitikának az teljesen elfogadható volt számomra. Én baloldali voltam, vagyok is. Az nem volt egy baloldali kormány, de egy teljesen tisztességes és korrekt kormány volt legalábbis, ami a külpolitikáját illeti, tehát belpolitikájával esetleg nem értettem együtt egyet itt-ott, sőt elég sok helyen, a külpolitikájával maximálisan. Mi volt a Antal József, Jeszenszky, Gézaféle külpolitika lényege? Felzárkózás a NATO-hoz, a nyugati hatalmakhoz, katonai, politikai értelemben. Fölzárkózás Európához, az akkor még nem volt Európai Unió, de az elődjei megvoltak különböző néven, tehát az európai integrációhoz, és a harmadik sarköve ennek a külpolitikának a jó viszony a szomszédos országokkal. Tehát ezzel a három dologgal maximálisan egyet lehetett érteni. Milyen volt az ember? Antal József meg Jeszenszky Géza, tehát a nyilván közvetlenül kapcsolatban voltál Igen. velük. Azt kell mondanom, hogy ugye egy tudósító szubjektíven, újságíró szubjektíven nézi, tehát azt, hogy mennyire hajlandó a sajtó rendelkezésére állni az illető. Antal József, aki nem volt közvetlen ember, különösen azután, hogy megbetegedett, kicsit ridegebb lett, de a sajtóra, a nyilvánosságra gondolt, mert tisztában volt azzal, hogy a politikát nem elég jól csinálni, ezt el is kell adni. Tehát amikor mi külföldről jöttünk haza, már úgy értem, hogy ő, de újságírók a repülőgép végén ültünk, akkor, mikor úgy fele úton kijött valamelyik embere értem, mert ő legelől ült, és előre vitt, hogy ott Antal adott mindig interjút a repülőgép fedélzetén. Technikailag nem volt könnyű megoldani, ugye erőzúgással, tehát ilyenkor az ember azt csinálja, hogy leveszi, még akkor magnetofon volt, az ember leveszi a színvonalat elég alacsonyra, és közel tartja a beszélő szájához a mikrofont. Ami Jeszenszky Gézát illeti, hát ő aztán maximálisan, mindig a sajtó rendelkezésére állt. Olyannyira volt egyszer egy konferencia, valami ilyen regionális valami, mert Debrecenben volt talán, ott voltak Ukrajnából, Szlovákiából, még nem tudom honnan, és megkértem, mikor szünetben kijött, hogy adna interjút a rádiónak. Rögtön vállalkozott, ebédszünet volt. És ugye ő elég bőbeszédő ember,
annyi, mi az interjú kedvéért nem ebédelt, mindig interjút adott. Hozzá kell tennem, hogy az elődje Jeszenszkinek és az utódja szintén maximálisan a sajtó rendelkezésére állt. Az elődje az Kovács László volt, az utódja Martonyi János, csak maximálisan, azt tudom mondani, maximálisan segítették a sajtót, illetve saját ügyüket, mert ezzel a saját politikájukat, a saját tevékenységüket hozták a közönség, közönség tudomására, nyilvánosságra. Akkor most vissza a gyerekkorhoz még egy kicsit. József Attiláról is írsz a könyvedben, akit mint gyerek ismertél. Jó, hát a helyzet az, hogy ő apámnak jó barátja volt, a szüleimnek. És egy olyan emlékem van, akkor még a Pannonia utca 19-ben laktunk, lehettem maximum 4 éves, azért tudom biztosan, mert 4 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, és elköltöztünk a Pannonia utca 19-ből egészen a 21-ig. 21-ben. Nagy távolság. Igen, szomszédház. Szóval nem voltam még 4 éves, és emlékszem, amikor Attila bácsi odahajolt a rásos ágyam fölé, talán puszit adott, nem tudom. Megígérte, hogy ír egy verset, olyat, mint az Aludjál szépen kis Balázs, de aztán nem írta meg. Úgyhogy ez mondjuk, ami emlékem József Attiláról, apámnak sokkal több volt, ő később megírta. Igen, és a könyvedből kiderül, hogy tulajdonképpen meg is mentették egymást. Hogyan? Amikor letartóztatták őket. Igen. És tulajdonképpen nem beszéltek össze, mert nem beszéltek. Igen, na össze. Ezt már így már tudom, miről van szó, csak én nekem ehhez semmi közöm nem volt, anyámnak valamivel valóban. Több. Az történt, hogy megtalálták, most mindegy, hogy milyen módon, volt egy házkutatás apámnál, és megtalálták a Lebukott című verset, amit József Attila a Vörösségének a felkérésére írt. Ez a kommunista, illegális kommunista pártnak volt egy olyan szerve, ami a börtönben lévő elvtársak családját támogatta, meg őnekik vitt be a börtönbe mondjuk ennivalót, és anyám annyiban volt ebbe ludas, hogy megtalálta, hogy amikor látta, hogy apám lebukott, akkor gyorsan eltüntetett minden nyomot, amit el kellett tüntetni, de ez apám mappájába volt becsúszva ez a vers, és nem vette észre. Na most, apám elkezdett gondolkodni, mit mondjon erről a versről, és azt mondta, hogy ő kitalált olyat, ami logikus, Attila is azt fogja hazudni. Hogy tudnélik, ez nem Attila verse, hanem egy ilyen munkásmozgalmi kiránduláson Gödön hallotta, és hát itt apámhoz, orvoshoz járt, mint pszichoanalitikushoz, és analízisbe kijött belőle a vers, és lediktálta. Azt mondja erre nyomozó, hogy ide figyeljen, ez egy hosszú vers, ezt nem lehet egy hallásra megtanulni. Mire Attila azt mondta, ide figyelj, én most is tudom, és elkezdte mondani. Hekus bevette. Szép. Miközben egyébként ugye tudjuk, hogy nem járt édesapáthoz pszichoanalízisbe. Nem, egyáltalán nem járt. Az ő analitikusa az dr. Rappaport Samu volt. Jóval később Gyömrői Edit volt azt hiszem az analitikusa abban az időben, amikor apám szerint, de ezt apám utólag jött rá, olyan volt József Attila állapota, hogy nem lett volna szabad pszichoanalízisbe járni, mert csak ártott. Úgyhogy ez már később volt. Itt-ott előfordul az irodalomban, hogy apám volt az analitikusa, de nem. Hát ez a legendák része. Igen, pontosan. És más legendás emberek, kikre emlékszem még gyerekkorodból ilyenekre? Hát emlékszem Szerbantarra. Na. Aki apámnak szintén jó barátja volt, a felesége,
Klári az öcsémnek a keresztanyja. Tehát azért ez mutatja a közelséget, amivel viszont apám nem dicsekedett később, valamikor 41-42-ben, nem tudom, szilveszterkor elhatározták, hogy megviccelik, ezt mondani, megviccelik az egyik akkori jeles lapszerkesztőt, akit nagyon utáltak. És éjjel, szilveszter éjszakáján 3 órakor fölhívták telefonon, női hang vette föl, kérték a főszerkesztő urat. Mondta, a főszerkesztő úr nincs itthon. Átad neki egy üzenetet, azt mondja, parancsolja, mondják. Azt mondja, tessék megmondani, mondta apám, vagy Szerbantal tartottak, mert nem tudom, hogy ő a magyar irodalom rákfenéje. Mire az öreg azt mondta, hogy kérem szépen, én megmondom a főszerkesztő úrnak, de ezért kár volt egy szegény öregasszonyt éjjel 3-kor fölkelteni, hogy apámit nagyon szégyelték magukat. Én azt olvasom, hogy Bartók Bélához is nagyon közel volt, félek tőle, hogy ez legenda. Én legalábbis soha nem hallottam, már Bartók nevét hallottam a családban, de hogy ismerős, hogy barát lett volna, ezt nem. De tiszteltük. Igen. Egyébként azért nagyon érdekes ez a könyv, mert különböző emberekből, nem tudom, belőlem kihozott emlékeket. Igen. Én nekem volt egy kedvenc nagynénim, aki a Sziget utcában lakott. Igen. Annak idején. Radnóti Miklós utca ma. Most már, igen. Hány számban? 23, ha jól emlékszem. Az ott a sarkon volt, 23, Pannonia utca sarkán. A Pannonia utca sarkán. Tehát nagyon közel lehettünk, igen, egymáshoz. Igen, szembe, a másik, ez is sarokház volt, mi laktunk a 21-ben, igen. Igen, és előhozott egy csomó emléket, én nagyon szerettem a nagynénémet is, és igen, nagyon szerettem oda is járni. Igen. Egyébként jellemző, és erről biztos neked is vannak emlékeid, hogy ő egy társbéletben lakott, egy nagy lakás volt, és azt hiszem, hogy 4 laktak benne társbéletben. Hát ez az 50-es években. Akkor lehet, mert az én gyerekkoromban nem is volt ilyen fogalom, hogy társbérlet. Albérletben kiadtak egy szobát mondjuk, akkor az albérlet más jelentett, mint ma. Azt jelentett, hogy a fővérlő benn lakott a lakásban, mondjuk egy 3 szobás lakásból elfoglalt 2-t, és 1 szobát kiadott valakinek, ami hozzájárulás volt a lakbérhez, ezért tette. Tehát így festett, de akkor társbérletre én nem emlékszem, hogy lett volna. Hát később lett aztán. Később aztán, hogy ne? Igen, hát így próbálták megoldani, igen, a lakás problémákat. Úgy van. Igen. Na most én azt a házat nagyon tudom, mi az, hogy Sziget utca 23. Egyrészt mellette van a Pannonia utca 32, ahol lakott egyrészt a fogorvosom, másrészt egy ismerős leányzó, aki nem az én részemről volt az érzelem, inkább fordítva, mindegy. A másik oldalon a következő házban, a Sziget utcában laktak a fazekasék, nem rokonaim, mert anyám fazekas. Igen, Anna. Ezeké a fazekasoké volt a kaszinó, 2 kaszinó volt a Szent István körúton, ezek kis presszók voltak nevük ellenére, olyan, hogy leülni is, hogy ilyen magaszékre lehetett, mit tudom én, 3 ember tudott leülni. Az egyik az volt a Falkmise utca és a Balassi Bálint utca, akkor Személynök utca között, a másik pedig a másik oldalon majdnem a Csáki utca, tehát a Hegedűs Gyula utca sarkán. Úgyhogy, na, amit még tudok, hogy miért 23. Mert amikor én elköltöztem a Pannonia utca 21-ből, már felnőtt koromban, már egyetem után, egyik első OTP által épített társasházban, nem sok ilyen volt még akkor, tehát minden lakás örök lakás, mert hiszen az emberek túlnyomó többsége bérlakásban lakott. Házi uraké voltak ezek a házak. És elköltöztem oda, ami akkor Pannonia utca 38 volt.
Közben azonban rájöttek, hogy álljon meg a menet, hát a bejárat a Légrádi Károly utcai, akkor már Balzak utca felől volt, és át kellett írni a személyi igazolványba, benne volt már az ember, be volt jelentve a személyi igazolványba, akkor be volt írva az ember lakcíme, és a Pannonia utca 38-at át kellett írni Balzak utca 23-ra, anélkül, hogy költöztem volna. Na most ez a sarokház, tehát innen tudom, hogy ez, ezekben az utcákban 23-as a Pannonia utcánál volt. Aha, igen, valóban. És aztán jártál a kaszinóba korábban vagy későbben? Vagy addigra, mire már mehettél volna, akkor már a kaszinó megszűnt? Hát jártam, mert azért nem csak kávé volt, hanem fagylalt is. Aha. Úgyhogy mint gyerek jártam oda, Szent István körútnak az innenső oldala, tehát ami Újlipócia, ami ma Angyalföld, tehát a Szent István körúttól északra, azon az oldalon volt az egyik kaszinó. Ugye ez az egész vidék, ez az előző századforduló körül népesült be. Tehát ott, ahol ma Dél-Angyalföld van, vagy úgy tetszik, Újlipócia, itt fatelepek voltak, meg gőzmalmok. És az első épület, azt hiszem, a Vígszínház volt, valamikor a millennium előtt épült. És azután kezdett mögötte kiépülni ez a városrész, ez a negyed, ami első világháborúig már elég messzire kiépült, és aztán épült tovább. Az én gyerekkoromban ez már ki volt épülve, egy-egy beépítetlen telek volt, Grund, ahol lehetett focizni, aztán a második világháború után ez is beépült. Tehát egy példát mondjak, a Pannonia utcában volt a Pannonia utca 9, a Katonai József utca sarkán sarokház. És a következő ház az már a 19 volt. Azután fölépült még a háború előtt vagy alatt a 17A és a 17B. Például a 17B-ben volt egy cukorkaüzlet, aminek a tulajdonosai nemrég elhunyt kollégánk Kristóf Gábor szüleinek a cukorkaüzlete volt. Miket tudsz? A 17A-ba jártam én angolra, egy maszek, privát. És azután a 15 és a 13 meg a 11 az már a második világháború után épült, tudom én, 50-es, 60-es évek, ha ugyan nem még később. Ezek a házszámok, ezek ki voltak hagyva ott? Igen. Mert hogy a 9 után természetesen a teleknek volt a száma. Aha. A 17A-ban lakott a második világháború után dr. Szikszai Géza. De nem tudod, hogy ki volt az. Nem. Kérlek szépen, mi akkor tudtuk meg, amikor még a háború előtt vagy alatt kaptunk egyszer egy lapot, levelező lapot, amit nyilván telefonkönyvből kiírt címekre, tehát ismeretleneknek nagy számban küldött, az volt rajta, ha már senki és semmi nem segít önön, Mazdaznán mégis megsegíti. Aláírás, azt mondja, papa, dr. Med Szikszai Géza, Mazdaznán prófétája, Zaratusztra földi helytartója, az Európai Egyesült Államok provizórikus birodalmi kancellárja. És ez az úr a Rákóczi úton lakott, és kibombázták a háború alatt, csak akkor a háború után oda költözött, és akkor nekem eszébe jutott, hogy hát hoppát, én ezt a nevet ismerem, és fölmentem hozzá, és beszélt nekem, azonban nagyon kedves ember volt, és nekem csak azt tűnt föl, hogy miért beszél mindig fejedelmi többes, azt mondja, feleségem, mondta, anyós, feleségünk, anyósunk, és rá is kérdeztem. Közölte, azért beszél fejedelmi többesben, mert ő a mennyei királyság tagja. Hogy jutott eszedbe, hogy csak úgy felmentél hozzá?
Igen. Mert érdekelt. Mert érdekelt. Én nagyon-nagyon aktív fiatal ember voltam, és akkor már nem voltam olyan kisgyerek különben, hát ez már háború után volt, mit tudom én, 13-14 éves voltam. Azért még gyerek voltál. Én már kezdtem újságot írni. Igen. Én 15 éves koromtól rendszeresen dolgoztam újságokba, Asszonyokba, ez a Nőklapjának volt az elődje, a március 15-ébe, az Új Szóba, jelent meg írásom a Jövendőben, most nem emlékszem, még talán egy pár Cserkész Fiúkba, úgyhogy 15-16 éves voltam, amikor ezt csináltam. Ha már erről mesélsz, akkor meg kell kérdeznem, hogy volt egy könyved, amelynek címe Nem ezt ígértétek, amár van egy főhőse, aki végül meg is hal. De én azt gondolom, hogy annak a főhősnek a figurájába belőled nagyon sok benne van. Ez minden írónak vagy szerzőnek, aki leír a saját élményeit, írja meg. Hát ugye ismert dolog, Madame Bovary, én vagyok, mondta a szerző. Úgyhogy igen, de azért nem én vagyok egy az egybe, ahol én saját nevemen harmadik személyben szerepelek, az a Gyilkosság a Magyar Rádióban című könyvem, ami álkrimi, van ugyan benne három gyilkosság, de hát ez regény, hát a Magyar Rádióban nem volt gyilkosság. De úgy szerepeltetek benne embereket a saját nevükön, jó néhányat, vannak teljesen képzelt személyek is benne, de olyan rádiósok, akik éltek, vagy máig is élnek, én azon voltam, hogy ne mondassak, vagy ne csináltassak velük olyat, ami nem történhetett volna meg, nem sértődtek meg. Hát például azzal kezdődik a könyv, hogy Zentai Péter, akit Zentucsónak hívtak, máig is ezen a néven szerepel, mint külpolitikai újságíró, Zentucsó megy a hírszerkesztőségből az Adóra, viszi hajnalba a híreket, és megbotlik valamiben, és ez egy hulla. És a Zentucsó nem kifogásolta, hogy pont ő botlott meg a hullában. Egy pillanatra sem, mert ha ott lesz, mert ő valóban hajnalban vitt az, hát éppen nem volt ott a hulla, ugye? De volt még abban néhány, jó néhány olyan rádiós, aki a saját nevén szerepelt. Ne sértődj meg, de te nem voltál benne. Igen, tudom. De a Kafról, ahol én akkor dolgoztam, külföldi adások közékezősége, onnan azért voltak benne emberek. Igen. És ugyanez egyébként a másik gyilkosság, a Gyilkosság a Magyar Követségen, ami a moszkvai nagykövetségről úgy szól, van, és az is a saját élményeit, noha ott sem volt gyilkosság. Pontosan így van, igen. Úgyhogy lejött moszkvai élményeimet, moszkvai magyarokat, de itt már nem a saját nevükön szerepeltettem. Egyet se? Egyet se. És akinek ennyi élménye van, és igen, ennyi mindenre emlékszik. Igen. Az azt mondja most, hogy ő többet nem. Hát megírtam, hát most beszéltünk róla. Igen, de biztos, hogy van még, amit nem írtál meg. Nem nagyon, nem nagyon. Most éppen akarok írni valamit. Időnként cikkeket megeresztek a Szép Szóba, ami a Népszavának a szombati melléklete. Most készülök írni egyet, különböző régi katonadalokról, hogy énekelték, hogy volt az már Kossuth Lajos korában megvolt, Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, amit aztán a néphadseregben úgy énekeltettek, hogy Farkas Mihály nem lett volna, katona se lettem volna. Az akkori honvédelmi miniszter, aki nem tudja. Farkas Mihály rézágyúja, de azért el kell mondani azt, hogy a katonadal az úgy szólt például, hogy Ferenc Jóska, mezitláb ment sétálni, nálunk Ferenc Jóskának hívták, és ezt a hatalom nem kifogásolta, mert ugye az volt benne, hogy hát ez egy közülünk. De azt azért nem lehetett énekelni, hogy Farkas Miska rézágyúja. Tele vagy történetekkel, és most is elmeséltél egy csomót, amit nagyon köszönök. Véget ért sajnos a műsoridő, de nagyon jó volt, hogy eljöttél, nagyon jó, hogy megírtad ezt a könyvet. Mondd még el a címét egyszer. Szülőföldem Lipócia. Köszönöm. Rendben. Rendben. Jó, akkor bízom benne, hogy még
újabb írásaidról azért tudunk majd beszélgetni. Igyekszem. We'll be right back.